Így néz ki most a fürdőszálló. Az épület frekventált helyen, félegyháza központjában helyezkedik el, mégis évek óta kihasználatlan. A Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület fontosnak tartja, hogy fellendítse a térség idegenforgalmát. Megbeszéléseket folytattak a környező települések polgármestereivel, valamint Lezsák Sándor országgyűlési képviselővel és Széles Gábor nagyvállalkozóval, aki szállodát is üzemeltet. Csányi József, a KGME elnöke a találkozót követő sajtótájékoztatón kifejtette, kiemelten kezelik a fürdőszálló épületének felújítását. Mint mondta, a térségben olyan kapcsolatokat kell kialakítani, amelyel a turizmus szereplői együttműködve egymás szolgáltatásait tudják kínálni. Mint mondta, a helyi szinten is komoly az érdeklődés a fürdőszálló felújítására. Az elmúlt időszakban az Egyesületünk elkezdett térségi szinten gondolkodni. Ebbe a gondolkodásba bevontuk a környező települések polgármestereit, és ezekben természetesen nem önállóan, mint félegyházára gondoltunk, hanem a különféle gyógyászati és wellness szolgáltatásokhoz kapcsolható turisztikai lehetőségek kiaknázásában is komoly gondolatok és komoly lehetőségeket lát ez az Egyesület, illetve az Egyesülethez kapcsolódó önkormányzatok. A turizmusért felelős helyettes államtitkár példásnak tartja azt a törekvést, hogy a helyi gazdaság szereplői együtt gondolkodnak a munkahelyteremtés érdekében. Dr. Horváth Viktória biztatta az Egyesületet arra, hogy találják meg az együttműködési lehetőségeket a térségben. A szakember megemlítette, az idegenforgalom több mint 400 ezer embernek ad megélhetést Magyarországon. Nagy örömhír számunkra, hogy 2013-ban sokat erősödtünk, közel 10%-os növekedés volt a turisztikai piacon, nagyobb arányú volt ez a növekedés, mint a vendégészakaszám és a vendégszám növekedés. Ez jó hír, hiszen azt jelenti, hogy a versenyképessége az ágazatnak tudott már egy kicsit erősödni, és a 2014 januári számok is azt igazolják vissza, hogy ez a trend tovább folytatódik. A 2007 és 2013 közötti Európai Uniós költségvetési ciklusban 290 milliárd forint támogatást kapott a turisztikai szektor. Ez az összeg 2014 és 2020 között ráadásul emelkedik. Vissza nem térítendő támogatás formájában 250 milliárd forint értékben segítik a vállalkozásokat, valamint további 50 milliárd forint áll rendelkezésre az ágazat fejlesztésére.